Sok szeretettel üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A Weekend mai adásában többek között beszélgetünk vese problémákról, a pocket zsebkönyvekről és a bench villába is ellátogatunk majd. Adásunk első részét azonban a jótékonykodás hajtja majd át. Nemrégiben egy nagyon különleges projekt kezdődött, amelyben tulajdonképpen négylábúakat segíthettek azok, akik Valentin napra azt az összeget, amiből mondjuk ajándékot vásároltak volna, felajánlották. Ilyen módon Valentin a kutyusok védőszentje lett itt Magyarországon. Ez volt a Valentin projekt, amelyről nem sokára Magos Judit koordinátorral beszélgettünk majd. Itt a stúdióban viszont szeretettel köszöntöm Vidra Bettit, aki azt hiszem, hogy nagyon sokat tudna mesélni, akár órákon át arról, hogy gyakorlatilag milyen nemes dolog a kutyákat a halálból megmenteni. Itt Nyíregyháza környékén gyakorlatilag ugye már számadatokat is tudsz, hiszen lezajlott a projekt. Mi történt? Hány kutyus menekült meg tulajdonképpen? Üdvözlöm a nézőket! Igen, múlt hét vasárnap került sor a Valentin projekt első állomásaként, tehát illetve hivatalosan már az illatos útról kikerült egy kiskutya előttünk, de Rékeik vasárnap érkeztek meg hozzánk, az újfehértói és a hajdóhatházi gyepmesteri telepekről mentettünk ki állatokat, akiket ők elszállítottak a projektkeretein belül, és ők fogják tovább gondozni és gazdásítani őket. Az újfehértői gyepmesteri telepről 8, a hajdúhatháziról 7 kutya került elszállításra vasárnap. Az egyik helyen 2, a másik helyen 1 kutya maradt bent jelen pillanatban, ami jelentős terheket vet le a mi válunkról, mivel Szabolcs, Hajdú és még Borsod megyében is dolgozunk gyepmesteri telepeken. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg Fehérgyarmaton, Nyíregyházán, Újfehértón van gyepmesteri telep, Hajdúhatházon most nyitotta meg kapuit a múlt héten, mondhatom a héten igazából, hogy a héten kezdte a tevékenységét az új 40 keneles gyepmesteri telep, ahol jelenleg folyik az egyeztető tárgyalás közöttünk és az önkormányzat között, hogy hogyan tudjuk áthidalni ezt a hatalmas problémát, ami jelenleg ott is uralkodik a településen. Ez jellemző a megyében mindenhol, illetve Hajdú és Borsod megyére és az ország több részére is. Folyamatosan teltházzal üzemelnek a gyepmesteri telepek, és iszonyatos erővel próbál minden állatmentő szervezet, akik állatvédők és gyepmesteri telepekről mentenek, úrrá lenni a problémán. Ezért is nagyon örömmel fogadtuk a Valentin projektet, ugyanis egy olyan problémára hívja fel a figyelmét az embereknek, ami ma igen, szomorú Magyarországon, és egy megoldandó feladat, és van is mivel kiváltani a prevenció, amiért mi harcolunk, dolgozunk. Csak közben emellett ugye folyamatosan jelen kell lennünk a fizikális mentésekben, mert ezek az állatok már ott vannak, és kiszolgáltatott helyzetben vannak, tehát az ő életük is fontos és számít. A vonalban van Magas Judit, aki gyakorlatilag azt gondolom, hogy mindent tud erről a projektről. Szia Judit, jó estét kívánunk neked! Sziasztok, üdvözlöm a nézőket is! Hát amikor te ezt kitaláltad, vagy ti kitaláltátok ezt a Valentin projektet, akkor el tudtátok-e képzelni, hogy ilyen hatalmas összeg gyűlik össze, és ennyi kutyuson tudtok majd segíteni? Hát azt mondhatom, hogy körülbelül senki az állatvédelemben nem tudná elképzelni, vagy nem tudta eddig elképzelni, hogy 3 hét alatt ennyi embert lehet mozgósítani, és körülbelül 30 millió forintot össze lehet gyűjteni egy ilyen felhívással. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy történelmi pillanat a magyar állatvédelemnek. Mi sem erre készültünk, mi Rékával, az Eszkulap Állatvédő Egyesülettel úgy számoltunk magunkban, hogy egy ilyen 5-10 kutyát, ha sikerül megmentenünk, akkor már megérte. Hát ehhez képest most a jelenlegi állás szerint több mint 300 kutya menekülhet ki valamilyen vidéki gyepmesteri telepről. Lehet ennek a kifejezetten Valentin napköré szerveződött projektnek esetleg valamilyen módon folytatása? Mert gondolom, hogy ilyenkor egyrészt az első sokk után azért biztosan azon gondolkodtok, hogy ha ez egyszer összejött, akkor lehet bízni az emberi jóságban. Hát én azt gondolom, hogy a legfontosabb, amit ebből le lehet szűrni, természetesen a 300 kutya élet az a legfontosabb nyilván, de hogy emellett, ami a mi
fejünkben még inkább kiemelkedő jelentőségű, hogy tényleg fel tudjuk hívni az emberek figyelmét egy olyan társadalmi problémára, amire általában legyinteni szoktak, hogy nem az én gondom. Tehát a vidéki gyepmesteri telepeken a halálra váró kutyák, az nem mindenkinek a problémája, legalábbis az emberek így gondolják. Most viszont ezzel a nagy népszerűséggel és ismertséggel és ezzel a marketing kampányal, ami e körül a projekt körül volt, én úgy érzem, hogy valamiféle megmozdulás történt. És hogy válaszoljak is a kérdésre, hát az, hogy 300 kutyának kell a logisztikáját megoldanunk, az orvosi ellátását, az ivartalanítását, a szűrését, oltását és természetesen a gazdi keresését, azért ez egy hosszadalmas projekt lesz, hát nem lehet optimistán azt mondani, hogy ez egy év alatt mindegyik gazdához fog kerülni. Úgyhogy az, hogy a jövőben csinálunk-e még ilyet, vagy évekig ezt fogjuk még vinni magunkkal, ezt nem tudom, viszont csak arra tudom biztatni a többi állatvédő szervezetet, hogy tanuljanak a példánkból, és hajrá, hajrá, tehát hogy az emberekben tényleg van jóság és segítő szándék, és ezt meg kellene ragadni, és mindenki lehetne, hogy ebből egy kicsit gyümölcsözően tovább léphet. Judit, azt olvastam, hogy számodra talán az egyik legnehezebb dolog volt ugye a választás. Tehát tényleg milyen alapon választottátok ki, hogy ki lesz az a 300 kutyus, aki megmenekül a halálsorról? Igen, ez szörnyen nehéz. Ez az én szaram lett, hogy életek felett döntsek. Szerencsére az eddigi választásaim nem okoztak olyan nagy nehézséget, hiszen ahogy Beti is mondta, a Újfehértúj és a Hajdúhatházi telepről szinte mindenkit el tudtunk hozni, így nem maradt a vállamon annak a súlya, hogy akit ott hagyunk, azt esetleg halálra ítélem, meg hát ott vannak a lányok, és ők nagyon kemény munkát végeznek a környéken, tehát biztos vagyok benne, hogy a hátramaradókkal is törődnek. A választás szerintem egyszerűen szimpátia alapon megy, tehát nem tudunk arra nagyon odafigyelni, hogy milyen a kutya. Nyilván nem lehet az szempont, hogy könnyen örökbe adható cuki habos-babos fiatal kutya legyen. Amúgy is gyengéim az öreg morcos kanok, úgyhogy hát mindenféle lesz a csapatban. 300 kutyában mindenféle bele fog csúszni. Hát Judit, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és kívánjuk, hogy ez a lelkesedés és ez a szeretet ezerszer köszönjön vissza a te életedben még, a kutyusok nevében is. Én is köszönöm. És nagyon szép hétvégét. Köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra. Sziasztok. Szia, szia. Mi pedig folytassuk. Ugye a laikusok azért azt gondolják, hogy ott nagyon jól el vannak a gyepmesteri telepen, és hogy a téletük végéig el is éldegelnek. Azért van erre példa, hogy vannak olyan kutyák, akik sokáig ott lehetnek, vagy azért itt tényleg a szörnyű halála az utolsó fázis? Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert az embereknek a legnagyobb többsége azt gondolja, tapasztalatom szerint, hogy ezek a helyek menhelyek. Ugyanúgy működnek, mint az állatmenhelyek, illetve hallottam már olyat is, hogy állategészségügyi intézménynek állatkórháznak tekintik. Uh-huh. Nem. Valójában ez egy eredendően elavult állami rendszer, ami régen olyan céllal lett létrehozva, hogy a kóborkutyákat az utcáról likvidálja. Erre megvoltak a módszerek, nyilván a hivatalos törvényes módszer, a hivatalos eutanázia, amit csak állatorvos hajthat végre, és a törvény értelmében a gyepmesteri vagy gyeprendészeti telepekre beszállított állatok 14 napig megfigyelés alatt vannak, addig eredeti gazdájukat keresik, és gyakorlatilag 14 plusz 7 nap, esetleg 21. nap, ahol kivárják, de 14 nap után valójában ezek az állatok már leölhetőek. Ezt így is fogalmazza meg a törvény. Az ebrendész és gyepmester feladatát külön minisztériumi rendelet szabályozza a bőrözési kritériummal, hogy megfelelően kell tudnia bőrözni. Ez ugye utal a régi rendszernek az alapjaira, hogy mire jött létre ez az intézmény. Napjainkban évek óta küzdünk azért, hogy a gyepmesteri telepek intézményrendszere reformálódjon, és egy olyan humánus szemléletet öltsön magára, amit állatvédők segítségével az állati élet megóvása, a megelőzés, és ezeknek az összegeknek, amit a gyeprendészeti és gyepmesteri telepek fenntartására fordítanak, ezeket elfelezzük, és kezdjünk el megelőzésben is gondolkodni, hogy ezek az állatok meg sem szülessenek, illetve be se kerülhessenek ezekre a helyekre. Magyarországon számos példa van már arra, hogy gyepmesteri telepeket állatvédők vesznek át üzemeltetésbe.
Itt természetesen már nem kerül szóba az eutanázia semmilyen formában, de jelen pillanatban azt kell mondjam, hogy Magyarország területén nagyon sokféle gyepmesteri és ebrendészeti telep működik, vállalkozási formában, illetve önkormányzati üzemeltetésben is. Nagyrészt vannak még nagyon sok olyan hely, ami sajnos még a régi rendszer szerint működik. Ezekkel mi folyamatosan, azt kell mondjam, harcolunk a háttérben, ez nem nyilvánosan történik. Minden egyes eredményről megpróbálunk beszámolni, amikor is pozitív eredményt érünk el, és sikerül rávennünk egy-egy ilyen telepet a humánus működésre, engedni, hogy beengedje az állatvédőket, és egy picit szemléletet váltson, és a lakosság körében a felelős állattartás, a megfelelő gondoskodást, a megfelelő törvényi háttérrel érjék el. És igenis, ahol büntetni kell, ott büntetni kell. Mert vannak olyan állattartók, akiktől hiába vesszük el az állatait, utána újabb állatot kezd tartani, ugyanúgy az utcára kerül, ugyanúgy szaporodik, illetve az ivartalanítás fontossága még kiemelkedő, mint megelőzési forma, hogy adott területeken az önkormányzatokkal együttműködve nagyon-nagyon fontos. Nem csak a lakosság felvilágosítás, hanem a lakosság állatainak az ivartalanítása is, hogy megelőzzük azt a hatalmas létszámú szaporulatot, akik utána bekerülnek ezekre a telepekre. Hát köszönjük szépen, Betty. Az biztos, hogy 307 kutyussal tényleg lesz dolgotok, úgyhogy jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen, köszönöm a lehetőséget. Jótékonykodni jó dolog, nem csak négy lábúakkal, hanem krónikus és daganatos beteg gyerekekkel is. Ennek kapcsán szerveznek egy jótékonysági rendezvényt, egy futást március 9-én az erdei tornapályán, stúdiónkban a szervező csapat tagjai, akik nem csak csinosak, hanem rendkívül dinamikusak és sportosak is. Ugye, Ági, te ebben a CrossFitben edzőként működsz, Timi, te pedig hát itt versenyeket nyersz az ország különböző pontjain. Egy ilyen vaslédi, mondhatjuk ezt, hogy egy hasonló címre törsz lassan? Hát versenyekre járok, de annyival korrigálom ezt az egészet, hogy nem nyerek, részt veszek, megyek, csinálom, küzdök. Egyébként pont most szombaton is lesz egy ilyen versenyem, reméljük, szerencsésen. És ilyenkor mi a tét, mennyit kell teljesíteni, mekkora távot? Hát én, amire most hétvégén megyek, igazából ez nem lesz hosszú ez a táv, ilyen 7-8 kilométer lesz, 25 akadállyal, magas szinten, magas tártában lesz, Szlovákiában ez a rendezvény. Na, majd meglátjuk. Kemény, erőléti. Március 9-én már be tud számolni többek között arról is, hogy sikerült ez a rendezvény. Ági, gyakorlatilag egy nagyon nemes célért szervezitek ezt a rendezvényt. A Bátor táborról gondolom sokan hallottak. Egyáltalán hogyan kapcsolódtok ti magához a táborhoz, illetve hogyan jött ez a jótékonysági rendezvény ötlet? Én a CrossFit csapatnak az edzője vagyok, ahogy már említetted, és egyik este nézegettem az egyik közösségi oldalt, amin felfedeztem, hogy a Bátor tábor. A Bátor táborról magáról már tudtam, hogy milyen nemes célt szolgál, viszont nem tudtam, hogy ők ezt összekötik a sporttal is, ez az élménykülönítmény, és ez azt célozták meg azzal, hogy az emberek, esetleg csapatok jótékonykodhatnak, futhatnak, a kilométereiket pedig felajánlhatják a beteg gyerekek javára. És ez alkalomból eszembe jutott, hogy ha már mi is a sporttal foglalkozunk, és egy nagyon remek csapat vagyunk, akiknek a szíve és a lelke a helyén van mindenképpen, akkor essünk neki ennek, és legyen ebből valami. Bementem egy edzésre, és megkérdeztem a lányokat, hogy lenne kedvetek ehhez, és gondolkozás nélkül mindenki igent mondott, és akkor elindult a lavina. Ugye bizonyos keleti filozófiák szerint, hogyha az ember akár egy cselekedetet, vagy akár egy fájdalomban való együttérzést, mondjuk a fogfájásomat úgy élem meg, hogy ezzel a fájdalommal valakinek a fájdalmát próbálom csökkenteni, és akkor már talán könnyebb megélni. Ugye itt a ti esetetekben most nem csak arra van szó, hogy pusztán futtok, és futásra invitáljátok az embereket, és ezzel valahogy lélekben segítetek a gyerekeken, hanem azért itt anyagi dolgokról is szó lesz. Hogy kell ezt elképzelni? Hogyan tud az segíteni, aki március 9-én csatlakozik hozzátok? Igen, az együttérzésről és a sajnálatról még egy-két szót ejtenék, ha már ezt így felhoztad. Nagyon fontos számomra, hogy a sajnálat az senki nem segít. Senki, aki ez és senki, akinek adják ezt,
az együttérzés már az egy fokozottan jobb dolog, és ezért érdemes már megmozdulni. Március 9-én pedig mindenki együtt tud érezni a Bátor tábor lakóival. Nagyon fontos az, hogy külön gyerekprogramjaink lesznek. Nagyon szeretnénk azt, amit már többször kihangsúlyoztunk, hogy a gyerekek, akik egészségesek, érezzenek egy kis hálát azért, hogy ilyen szerencsések, hogy nekik nincsenek ilyen problémáik. A szülők el tudják magyarázni nekik azt, hogy értékeljék ezt a dolgot, és együtt tudjanak érezni a barátaikkal, vagy esetleg olyan ismerőseikkel az iskolában, óvodában, akik ezt átélik. És ez nem csak a gyermeknek, hanem az egész családnak egy óriási... Reméljük, hogy élmény tulajdonképpen, és persze egy nagyon nemes dolog. Timi, hogy áll maga a nyíregyházi rendezvénynek a szervezése? Na, mint az előbb mondtad, hogy ez egy jótékonysági futás lesz, ennek indult. Tehát így álltunk neki, hogy lesz egy futás. Hála a Jóistennek, én azt mondom, hogy egy kicsit meginoktam menet közben, mert egy-két ilyen negatív dologba ütköztem, és volt egy kis cseppfajta kifakadásom, amelynek köszönhetően most ez egy hatalmas nagy családi nap lesz. Bízok benne, hogy nagyon sokan kijönnek, tehát itt mellénk álltak a megyei szervek, mint a rendőrség, mint a tűzoltóság, a Vámis pénzügyőrséggel is folyamatban vannak a dolgok, folyamatosan kapom a támogatásokat, a felajánlásokat, tehát úgy érzem, hogy tényleg Nyíregyháza szíve együtt fog dobbanni, és én mindenkit arra kérek, aki teheti, jöjjön el, mert egy fantasztikus napnak fogunk elébe nézni, lesznek különböző műsorok, programok, sok ismerősöm kérdeztem, mi van, ha ő nem tudja lefutni a 4 kilométert, 8 kilométert, de ugyanolyan szeretettel várjuk őket, mert ugyanúgy lesznek fellépők, műsorok, hiszem, hogy csodálatos időnk lesz, és sokan leszünk. És ugye ez nem egy verseny, tehát ha valaki nem bír 4 kilométert futni, de elkezdi, lesétálja, akár még szerintem le is bicajozhatja. Nem, bicikli. Csak nem, két nem. lábon? Biciklivel nem lehet részt venni a rendezvényünkön, mert balesetveszélyes. Nagyon sok emberre számítunk, ami nagyon fontos, és arra figyelnünk kell, hogy sem a természetet nem károsítjuk ezzel, és egymás testi épségére is nagyon vigyáznunk kell. Ami még nagyon fontos, hogy szeretném elmondani, hogy ezek a rendvédelmi szervek teljes vászélességgel mellénk álltak. A rendőrkapitány is azt mondta, hogy itt vagyunk, csináljuk, szórakoztatjuk a gyerekeket. Ők járnak egyébként is óvodába, iskolába, bemutatót tartanak, a gyerekeket készítik fel, megmutatják nekik, hogy milyen egy rendőr, egy tűzoltó élete. És hát nagyon sok gyereke nagyon szereti a villogót, a hangokat és egyebeket. Mindenképpen nagyon érdekes lesz ez a gyerekeknek. A szülők emellett tudnak lapcsánkát enni, például lesznek bográsba főzött ételek, és ez mind az adományozás keretein belül fog történni. Szóval egy nagyon érdekes és egy nagyon eseménydús nap lesz ez a március 9-e. Hát bízunk benne, hogy Nyíregyháza többet ad a Bátor tábornak, mint amit esetleg sokan el tudnak képzelni, és gondolom, hogy a magánszemélyek felajánlásait is akár ott a helyszínen is tudjátok fogadni. Így van. Természetesen. Még annyit hozzátennék, hogy amivel már megint tovább léptünk egy kicsit, hogy sok cég, magánszemély amellett olyan felajánlásokat tett, hogy lehetőségünk van arra, hogy minden egyes induló ugye kap egy rajtszámot. A rajtszámja lesz a tombola. Uh-huh. Ez is egy kicsit megmozdítja az embereket, hogy ne minden arról szóljon csak, az embereknek is legyen élmény, izgalom. Színes. Úgyhogy sok-sok szép ajándékunk lesz, amit szívvel, lélekkel adunk át. Színes, izgalmas nap, tehát március 9-e hány órára érdemes az erdei tornapályára menni azoknak, akik most néznek minket? Mindenképpen azt ajánlanám, hogy 8 órakor jelenjenek meg, akik futni szeretnének, azért, mert lesz egy rövid regisztráció. Igazából nem a neveket vesszük fel, mert nem az a fontos, hanem ott az adományokat le tudják adni, és mindenki kap egy saját rajtszámot. Mivel mondtam, hogy több száz emberre számítunk, míg őket beengedjük, és esetleg az adományaikat, amit oda szánt, be tudja tenni, azért ez időkérdése. 9 óra 20 perckor fog kezdődni a közös bemelegítés, és egyébként lesz műsorvezetőnk, hangtechnikusunk, egész nap szólni fog a zene, egy igazi fesztivál hangulat lesz. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Mi köszönjük, hogy itt lehettünk.
Kedves nézőink, jótékonykodunk tovább, hogyha délelőtt kifutották magukat az erdei tornapályán, március 9-én, akkor délután érdemes ellátogatni Balkányba, ahol Póta Regina gyógykezelésének támogatására tart jótékonysági előadást a Primavera Balett Együttes. Hát erről beszélgetünk, jó estét kívánunk! Feketéni Kunildikó, Nívó és Tehetségekért díjas balettmester és Párosi László Balkány polgármestere a vendégünk. Nagyon jó dolog jót tenni, és ugye Ildikó, azért a te pályafutásod az arról szólt, hogy rengetegszer állítottad színpadra a tanítványaidat, és gondolom, hogy nem az első olyan alkalom, amikor valamilyen jó ügyért táncolnak a tanítványaid. Hogy jött az ötlet? Először a Kelet-Magyarországba olvastam a cikket, de akkor még nem gondoltam, nem hoztam összefüggésbe a Primavera Balett Együttessel. Csak valamelyik szombaton tökéletesen táncoltak a gyerekek végre már, és mondtam, hogy hoppá, akkor elmegyünk Balkányba. Most már van olyan a műsor színvonala, hogy kiléphetünk, megmutathatjuk, és dolgozhatunk a Regináért, mert miért ne tegyük meg, ha megtehetjük. Akkor egy picit mesélj erről az előadásról. Mi mindent láthatnak majd Balkányban azok, akik szeretnének részt venni egy ilyen jótékonysági előadáson? Izgalmas programot állítottam össze, igyekeztem nagyon változatos dolgokat. A Carmina Burana első tételét Orff-tól például megkoreografáltam, ami egy kicsit extra, de a Rosszul őrzött lány fináléját is, ami igazi klasszikus balett, de Carreras énekével a Mentőnant, ami megint egy kicsit modern, és igazi kis klasszikusok. A Kánkán is benne van, hiszen az újévi koncerten előadtuk, és nagyon jó benne a Primavera, úgyhogy azzal fogjuk majd zárni az első fél időt. És a második pedig egy nagyon érdekes kísérlet, az a címe, hogy Aquaticum, és ez Vangelis zenére készült, héliumos légömbben táncolnak a gyerekek, hogy éreztessük, hogy ez tényleg az akváriumban játszódik, úgyhogy nagyon kilóttak a légömbben, de én szerintem már jó. Nagyon hatásos, úgy érzem, és remélem, hogy aki eljön erre a csodálatos estre, ami Balkányban lesz, és amire örömmel készül az együttes, sőt, fölcsillant a szemük, mert 2 évvel ezelőtt kis létán is voltunk, ottani gyermekgondozóban autista gyerekekkel foglalkoznak, és nagyon-nagyon szeretnek ilyen helyeken föllépni, mert érzik, hogy adhatnak is valamit, és az nagyon fontos, hogy megtanulják, hogy adni is kell. Polgármester úr, hogy történt maga a megkeresés, vagy mennyire azért ennek van egy kicsi balkányi vonzata is, ugye, és meg kell, hogy említsem Bagoly Balázsnak a nevét, akinek a kislánya ide jár, és itt balettozik, és ő keresett meg engem személyesen, hogy mit szólnék egy ilyen rendezvényhez. Természetesen én nagyon örültem, és minden tekintetben támogattam ezt, hogy ez a rendezvény létrejöjjön, és sajnos ez a kislánynak egy súlyos genetikai rendellenessége van, a koponyacsontoknak az ízületei csontosodtak össze, és súlyos, csak Franciaországban műthető, több millió forintba kerül. A település lakosságának többször összeálltunk, és próbáltunk már segíteni a gyereken, de még nem jött össze az a pénz, amelybe ezt a műtétet meg lehetne csinálni, és egyedüli műtét, egyedül Franciaországban csinálják ezt a műtétet egy professzor. Lehet azt tudni, hogy mennyi összeg gyűlt már eddig össze, illetve hogy mennyire lenne hát még szükség? Az összegről én nem tudok nyilatkozni, azt a család tudja. Annyit tudok mondani, hogy legutoljára karácsonykor álltunk össze jó páran, és egy süteményes vásárban próbáltunk jótékonykodni. Nagyon nagy sikere volt, és szinte 10 órára elfogyott az összes süteményt, amit az asszonyok felajánlásból sütöttek, és azt természetesen jótékony célra felajánlották, és ebből is folyt be egy összeg. Illetve folyamatosan nyitva van egy számlaszám, amelyben be lehet fizetni bárki, még Balkányban, megjelent a Kelet-Magyarországban is, megjelent a balkányi beszélőben, a helyi újságban is. Tehát folyamatosan gyűjtik, de még nem jött össze ez a pénz, és én úgy gondoltam, hogy ez az alkalom, akkor kössük össze ezt a rendezvényt ennek a Reginának, a szüleinek a segítségével, és ez az alkalom, ez természetesen nem csak egy balett előadás lesz, hanem kihelyezett turnákba a balkányiak és a
résztvevők is helyezhetnek el adományokat. Természetesen önkéntesen is, ki mennyit gondol, de én úgy gondolom, hogy ezzel is tudunk segíteni, és nagyon szépen köszönjük, hogy ez ott lesz Balkányban, és egy balettet is látunk, sok más rendezvényünk van, színházi előadástól, operaénekes, népdáncok, minden van. Akartam kérdezni, hogy polgármester úr, hogy áll a balettcipővel, meg a balettel? Hát a lányom balettozott nagyon-nagyon régen, ő balettcipőbe járt, azt hiszem két-három évet balettozott, úgyhogy nem annyira nem idegen apamként a balett. Apa azért látta egy-két előadásban, persze, azért gondolom, vizsgaelőadásban. Vannak fogalmaim a balettről, így még előadást végig nem ültem, de most meg fogom tenni. Ha már Balkányba jönnek, akkor végig fogom ülni biztosan az előadást. Azt gondolom, hogy nyilván a szülőkkel beszélgetni egy nagyon nehéz beszélgetés lenne, hiszen nagyon sok fájdalom és küzdelem az, ami egy beteg gyermeknek a gyógyítását és nevelését jelenti, és tényleg azt a reményt kell éltetni, ami igenis az utolsó pillanatig egy szülőben ott van, bármilyen, akár egy apróbb problémája van a gyermekének. Ők is ott lesznek, vagy a család is ott lesz az előadáson? Sajnos a gyerek állandó felügyeletet igényel. Én jeleztem a családnak, hogy ez meg fog valósulni. Egyelőre úgy néz ki, hogy valamilyen szinten valószínű, hogy a feleség el fog tudni jönni, valakit megkér, valamelyik rokonát megkéri. Természetesen a családból biztos valaki tehát meg fogja lenni. Tehát lesz képviselő. Aki képviseli. Azt most nem ígérem meg, hogy a pont az édesanyja, mert nem tudom ezt bevállalni, de hogy a családból, közeli hozzátartozókból többen ott lesznek, ez biztos. Hát, mert csak azért, mert ahogy ugye Ildikó mondtad, hogy igen, meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy milyen jó dolog segíteni és jót tenni, de tudom, hogy ilyenkor azért jó látni azt, hogy valóban valaki ott van, és jó táncolni tulajdonképpen úgy, hogy közvetlenül is van képviselője ennek a nemes ügynek. Már csak egy pár másodpercünk maradt, hogy alakul a primavéra élete, lassan itt a tavasz, úgyhogy gondolom, hogy dübörög mindenféle terv és koreográfia ötlete a te fejedben, Ildikó. Föl vannak pörgetve természetesen, de a március 9-i előadás miatt is hamarabb kell készen lennünk, úgy a jelmezeknek, mint a koreográfiáknak, hogy az gyönyörűen és egyszerre menjen, ha csoportos táncról van szó. Nagyon szép a primavérás szülőktől, hogy végül is igyekeznek minél hamarabb a jelmezt megcsináltatni, mert mindenkinek nyilván csináltatják a jelmezt. Mindenki a saját kocsijával hozza ki a növendéket, és a fellépésre természetesen ők is részt vesznek, és ott lesznek. Úgyhogy köszönöm nekik itt is. Március 9-én a Balkányi Művelődési Házban este 7 órától? 5 órától. 17 óra. 17 órától várunk mindenkit szeretettel. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük. Kedves nézőink, a sok jótékonykodás után se kapcsoljanak el. Jövünk vissza a Weekend második részével, például sok könyvvel. Maradjanak velünk. Következő percekben a könyvek szerelmeseinek érdemes nagyon figyelni. Létezik egy nem is olyan kis közösség, akiknek nem csak az olvasás népszerűsítése a cél, vendégeink a Pocket zsebkönyvek nyíregyházi koordinátorai, Magyar Boglárka és Nagy Fruzsina. Sziasztok! Tegeződjünk, jó? Én már elég öreg vagyok, hogy megengedhetem nektek, hogy tegezzetek, és akkor itt talán egy kicsit lazább is lesz ez a beszélgetés. Az én első érzésem az, hogy rettenetesen cukik, kicsit emlékeztetnek gyakorlatilag a kis zsebnaptárokra, amiben az ember belefirkálja, hogy ne felejtsen el dolgokat, de hát azért ugye ebben nem illik belefirkálni, viszont az illata ugyanolyan jó, mint egy nagy könyvnek, és kis helyen is elfér. Sok jó könyv kis helyen is elfér, mondanám ugye a közmondás analógiájára. Honnan indult ez a nem is tudom, forradalom? Szerintem olvasó forradalom? Elég jó fogalom, hogyha ezt használjuk. Ez a kezdeményezés tulajdonképpen, hát már lassan egy éves, most fogja áprilisban ünnepelni a születésnapját, 2018 áprilisában indult útjának ez a kis könyvsorozat. Biztosan sokan ismerik Vecsei Miklós színművészt. Tulajdonképpen az ő nevéhez fűződik ez az egész, illetve a Stalker csoport felelős a kiadásért, aki
amely fiatal művészekből álló közösség, akik fontosnak tartják, hogy továbbadják a kultúrát. Tulajdonképpen az volt a céljuk, ami el is hangzott, hogy népszerűsítsék az olvasást, elsősorban a fiatalok körében, hiszen, ahogy te is mondtad, ezek nagyon kis cuki méretű könyvek. Ez volt a cél, hogy tulajdonképpen okostelefon méretű könyveket alkossanak. Ezekhez a könyvekhez automatákból lehet hozzájutni, amik egyelőre még csak Budapesten elérhetők, illetve folyamatban van a vidéki hálózatnak is a kiépítése, egyelőre Szentendrén és Gödöllőn van már ilyen kis könyvautomata. Ezek elsősorban ilyen közlekedési csomópontokban vannak elhelyezve, éppen azért, hogy a fiatalok akár a tömegközlekedést használva ne a telefonjukat nyomkodják, hanem inkább olvassanak, és egy mélyebb elfoglaltsággal legyenek. Nagyon jó, hogy ilyen jó kis érdekes színeik vannak. Itt látom lila, narancssárga, kék. Most egy elég hülye dolog jutott eszembe az, hogy jól mutatnak mondjuk egy-egy polcon is, tehát akár lakberendezési tárgyként is használhatóak. Ahogy említetted, ugye Budapesten vannak ezek a bizonyos automaták. Egyáltalán hogyan lettetek ti itt helyi koordinátorok? Mi kellett ehhez? Vagy mit tudtok itt csinálni a Pocket népszerűsítésére? Igen, ez egy érdekes történet volt, mert ez nem is olyan régóta van ez, hogy vidékre ezt ki szeretnék terjeszteni, hogy ne csak Pesten legyen elérhető ez a Pocket. Mi pedig úgy gondoltuk, hogy jelentkezünk akkor koordinátornak, a nyíregyházi koordinátor csapatba, illetve Fruzsi szólt nekem, hogy mi lenne, ha, és én megmondtam, hogy csináljuk. Úgyhogy most szombaton egyébként megrendezésre fog kerülni az első nyíregyi Pocket találkozó, az első offline programunk, ami 11 órakor fogja kezdetét venni egyébként a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában, és ezt rendszeresíteni szeretnénk, tehát minden hónap második szombatján lesz majd ilyen könyvklub, illetve filmklub. Ennek majd későbbiekben az lesz a lényege, hogy a Pocketnek a címeit földolgozzuk, megbeszéljük a történetet, de elsősorban most az első alkalommal mi egyáltalán szeretnénk a nyíregyházi közösséggel megismertetni, hogy mi ez a Pocket. Tehát ott kézbe vehetik, lapozgathatják. Persze, igen, mondjuk igen. Én szemüveg nélkül már ezt nem tudom elolvasni, de nyilvánvalóan arra jó, hogy az ember el kell mennem a szemészhez, mert nem látom a Pocket betűméretét. A kezemben Bohumil Hrabal egyik kötete, mégpedig a Gyöngéd barbárok. Nem tudom, hogy hány ilyen könyv van, tehát hány könyvből lehet választani, illetve minden esetben egy Pocket, egy kisebb művet tartalmaz, vagy akár vannak novellák is? Jelenleg, ha jól tudom, 11 vagy 12 cím van forgalomban. Vannak köztük magyar, illetve külföldi művek, ismert, kevésbé ismert művek. Itt az asztalon is látható például a Pál utcai fiúk, vagy akár az El is csoda országban. Ezek többnyire regények, de például itt hoztunk egy novellás gyűjteményt is, ami egy összefogásnak az eredménye lett. Ez a Szászlóban Budapest, igen, így van, és ez a sorozat tulajdonképpen folyamatosan bővül, és a kis közösség, van egy Facebook csoportunk, ami már több mint 2000 főt számlál, és mindig nagyon izgatottan várjuk, mikor leleplezik az új címet. Most például a születésnapra 2 vagy 3 új címmel is készülnek a kiadónál. Bogi, te ugye korábban vendégünk voltál itt a Weekendben. Szeretnél egyszer egy ilyen Pocketben benne lenni, úgymond az írásaiddal? Igen, ez egy eléggé jó cél lenne, én azt gondolom, mert nagyon sok ember hozzájuthat ezekhez a könyvekhez, hiszen az a lényegük, hogy tényleg szinte a bolti ártöredékért megvehetik ezekből az automatákból, és úgy gondolom, hogy igen, ez egy elég jó cél lenne. Igen, meg el tudom képzelni, hogy mondjuk az ember megy, és úgy random mondjuk a szín alapján kiválaszt egy könyvet, akár úgy, hogy nem is tudja, hogy mit rejt a cím, mert hogy az is milyen érdekes, hogy ki tudja, hogy a sors éppen mit üzen egy-egy könyvvel. Említetted, hogy egy közösségi oldalatok van. Gondolom, hogy ide lehet jelentkezni, hogyha bármiféle információt szeretnénk. Szerintem mondjuk el, hogy mi ennek a közösségi címe. Talán hashtag Pocket közösség. Igen, ez a nagy csoport. Címen szerepelünk. Ez a nagy csoport, amely országos szinten minden Pocketes benne van, illetve mióta útjára indult a vidéki hálózatnak és a közösségnek a kiépítése, azóta van egy saját csoportunk is, ami jelenleg 60-valahány főt számlál, és nagyon reméljük, hogy ebből minél többen el fognak jönni az első találkozóra is, és ez pedig hashtag Pocket közösség Nyíregyháza néven szerepel a Facebookon. Egyébként külföldön van ilyesmi?
vagy ez egy magyar találmány? Én már évekkel ezelőtt közösségi médiában láttam ezt így, hogy könyvautomata. Nem tudom. Nekünk például az iskolában van egy német önkéntesünk, és ő nagyon tágra nyílt szemekkel nézett, amikor először elvittem őt. Például a Víg Színházban van például a jegypénztárnál egy ilyen automata, és azt mutattam meg neki, és hát el volt ájulva tőle. Azért ezt még megmutatom a nézőknek, hogy milyen baromi ötletes, tehát van egy ilyen kis gumis rész, és akkor ugye ahol az ember jár, azt így, mint egy ilyen határidő napról volt be. Igen, illetve van könyvjelző is mindegyikbe belevarva, igen, az is van. Egy teljesen praktikus dolog. Nagyon, tényleg nagyon kis cuki. Hányat olvastatok már el ezekből? Fú, hát amik itt vannak kötetek, azok vegyesen vannak a bogié, az enyémek, és amiket kölcsönkértünk ismerősöktől, mert még nekünk is célként van kitűzve, hogy mindet összegyűjtsünk, mert még sajnos nincs meg az összes. Amik itt vannak, azon közül én szerintem legalább 6-ot már olvastam. Nos, lányok, hát akkor szombaton ugye az első randi, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában. Milyen utca, hány szám? Betlen Gábor utca. Igen, 30. És ezúton is szeretnénk például Demarcsák Zsuzsának megköszönni, hogy helyet biztosít a mi kis közösségünknek, és reméljük, hogy ez egy gyümölcsöző kapcsolat lesz. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy köszönjük itt voltak. Szépen. Maradjunk az olvasásnál. Zsebkönyvek után szeretett könyv következik. Müller Péter nagy sikerű művéből született egy zenés monológ, amelyel Papa Dimitriou Attila színművész és Kutik Rezső gitárművész lépett fel a Bencs villában. Született meg ez az est? Először is nagyon-nagyon szeretjük ezt a könyvet, ahányan készítettük ezt minden annak idején, amikor ez megjelent, ezt többször olvastuk, nekem nagyon sokáig ott volt az ágyam mellett, és mindig felfelnyitogattam, és mindig megkaptam az aznapra való jó tanácsot, meg szép gondolatokat. Perés Jánosnak volt tulajdonképpen az ötlete, aki a Spirit Színháznak, a jelenlegi Spirit Színháznak az igazgatója, akkor még nem volt Spirit Színház, de akkor mi elkezdtük ezt 2000. Szóval 9 éve. Ő találta ki, hogy ebből legyen egy szép est. Kutik Rezső gitárművésszel, akivel közösen megjelent, azt hiszem, 3 lemezünk, latin, görög, meg mindenféle lemezünk megjelent, és ő összepárosította, azt gondolta, hogy milyen jó lesz ezek a szép gondolatok, ezekkel a szép érzelme zenékkel. És aztán tulajdonképpen közösen, tehát ő kiválasztott részeket, volt, amit én azt gondoltam, hogy azt én nem tudnám jól közvetíteni, tehát így közösen kiollóztuk azokat a Müller Péter gondolatokat, amiket beleraktunk ebbe az előadásba, és beleraktuk egy olyan millióbe, hogy egy kvázi mi ketten készülünk egy fellépésre, és az én öltözőmben próbálunk, elkezdjük próbálni az estet, de közben mindig megzavar egy-egy gondolat, és akkor azt elmondom, van vetítés, tehát egy olyan kis izgalmas kis 60 perc. Kétféle beszélgetés van. Az egyik, amikor mondom a magamét, amikor én vagyok a fontos, amit én gondolok, amit én látok, amit én érzek, amit én fájok, egy színjáték, amiben én vagyok a főszereplő. A másik fajta beszélgetés az, amikor valaki társat keres. Na, ez nagyon ritka. Pedig aki a magáét mondja, egyedül van. Olyan világban él, ahol senkinek sincs köze hozzá.
Ennél jobban nem lehet kifejezni azt a világot, amit úgy is lehet nevezni a szeretetlenség világa. Mi jut eszedbe, ha kimondom szeretet? Biztos vagyok benne, hogy ennek a szónak a megértésétől függ minden. Mert a szeretetről egyedül beszélni nem lehet. Mindenről lehet, de erről nem. Mert a szeretet lényege az együtt. A veled, a velünk. Kell hozzá a másik. Kell lesz hozzá te. Na. Hát nem marad más hátra, mint hogy megpróbálunk egymáson segíteni. Jó, hát tudom, hogy nem lesz egyszerű, mert nem csak én járok önös világomban, hanem te is a sajátodban, de ha összekapaszkodunk, két önző varázsvilág, talán tudunk egymáson segíteni. Tudunk egymásnak segíteni élni. Vak vezet világtalan. Hát lehet, hogy ilyenkor önzésünk buborékai szétpattannak, és belekerülünk egy olyan világba, ami nem varázslat többé, hanem valóság. Na, ez a szeretet világa. Az együtt világa. Az a perc, amikor valóban szeretünk, életünk egyetlen valóságos pillanata, a többi nem az. A többi boldogtalan káprázat. Persze mi pont fordítva gondoljuk. Mi azt gondoljuk, az a valóság, amikor egyedül kővédermet magányos lélekkel élünk, és a szerelemről, a szeretetről gondoljuk, hogy káprázat, mámor. Amikor szerelmes vagyunk, mit mondanak ránk? Te meg vagy őrülve, öregem, tehát el vagy varázsolva. Pedig életünk egyetlen valóságos pillanata, amikor szeretünk. Amikor végre fölhagyjuk görcsös önvédelmünket, és megpróbálunk egymásban, egymásért élni. Nézzük. Aki a saját varázsvilágában él, az nem szeret. Amor, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Alma, espejo de mi corazón, las gracias que me he visto llorar, la perfidia de por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? És mennyire volt nehéz a szöveggel való munka? Vagy mennyire nehéz egyedül kiállni a közönség elé? A szöveggel való munka nekem, aki ezekkel nagyon, nagyon mélyen egyetértek, meg nagyon mélyen átérzem ezeket a szövegeket, nekem mondjuk csak megtanulni volt nehéz, mert nagyon gyorsan kellett volna, ki volt már tűzve a dátum, és sok munkánk volt közben, és hát gyorsan kellett megtanulni. De átadni nem nagyon nehéz, mert én nagyon, tehát én mindig, amikor a lemezt is csináltok, én csak olyat, nyilván, ha én magam választom, akkor olyat csinálok, olyan gondolatokat, amiket én átérzek, és amiket át tudok adni. Tehát amiről én nekem sincs semmi fogalmam, azt ugye elmondom, és aztán azt kit érdekel, azt nem szeretem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem volt nehéz, és bizony minden egyes előadáson megvan az az egy pár, vagy kettő, akik már az első gondolat után így összébb mennek, megfogják egymás kezét, ha a lány ráhajtja a fejét a férfi, és akkor mindig megnyugszom, hogy igen, na erről van szó, pont erről van szó, hogy a szeretet meg az együttlét, ez mennyire fontos. Mennyire van alkalma vidékre is elvinni az estet? Hál' Istennek van, most legközelebb Sárospatarra megyünk, voltunk Debrecenben, voltunk, szóval szoktuk vinni, és tegnap előtt 17. kerületben Budapesten voltunk. Szeretik, hála Istennek, szeretik, akik hát aztán utána meg nagyon, amikor aztán túl vagyunk rajta, akkor meg nagyon látszik, hogy örülnek, hogy ott voltunk. Oh,
Tapasztaltál már, csak soha nem gondoltad végig. Nem mindig annak adjuk vissza adósságunkat, akinek tartozunk. De ez nem is törvényszerű, hogy így legyen, hiszen egyetlen tett sem csupán két ember dolga. Egyetlen tett. Hogyan szalad végig a világhálón? Hogyan megy tönkre emiatt sok-sok társadalom, sok-sok jövőben él, rend, sok-sok élet? Az egységet meg lehet bontani, de törvényszerű, hogy helyreállítja magát. Minden önző cselekedetünk, amivel megbontjuk a szeretet egységét, visszahatást szül. Ez a karma. A szeretet énytelen, nincs karmája, de minden más cselekedetnek van. Ezért van az, hogy életünk aránytalanul nagy részét olyan lelkek között éljük le, akikkel a karma törvénye hozott össze minket. És sorsunk az elfogadás, tűrés, elszenvedés, kiegyenlítés, vagyis a szeretet megtanulásának küzdelmes folyamata. Bár a vese világnapja még messze van, de nem lehet elég sokat beszélni ennek a fontos szervünknek a védelméről. Kutasi Irina, a Vesebetegek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének elnöke a vendégünk. Szia, jó Szia. Estét! Hát nem sokára azért mégiscsak lesz világnap, ugye március közepén ünnepeljük, vagy legalábbis furcsa ünnep ez, ugye, mert elsősorban azt gondolom, hogy az a feladat ilyenkor, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy valójában tényleg oda kell figyelni a vesénkre. Mik a legáltalánosabb vese problémák, amivel küzdenek mondjuk akár itt a megyében a betegek? A legtöbb az sajnos a cisztás, ami sajnos örökölhető is, tehát anyai ágon a fiúk általában öröklik. Vannak olyan betegtársaink, akik anya és fia is járnak vese kezelésre, illetve már transzplantáltak, tehát kaptak vesét, illetve hát vannak egyéb más vesebetegségek, például a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség okozi vesebetegséget. Ugye sokszor például a magas vérnyomás is egy olyan probléma, amire mondjuk akár 4-5 vagy 10 év után hívja föl a szervezet a figyelmét, mert annyira rohanunk, azt hiszük, hogy természetes, hogy fáj a fejünk, vagy egy kicsit melegünk van, és közben ugye tényleg vérnyomás probléma áll a háttérben. Általában mi a tapasztalat? Mennyi ideig kell kezeletlen mondjuk vérnyomás problémával élni ahhoz, hogy kialakuljon valamilyen vesetünet? Akikkel én találkoztam, azok több év után, tehát 5-10 év után is esetleg egész életet leélnek úgy magas vérnyomással, hogy nem alakul ki náluk olyan vesebetegség, amit kezelni kell, ez egyénfüggő. Uh-huh. De nagyon sok olyan van, aki hirtelen kerül művese kezelésre. Ugye annak ellenére, hogy te nyilván nem vagy orvos, de úgy gondolom, hogy az ezen a területen eltöltött sok év, illetve a te alap vese problémád szinte már annyi tudást hozott, mint egy hozadékú, vagy akár doktorálhatnál is. Lehet olyan általános tanácsokat mondani, hogy mivel tudjuk mondjuk óvni a vesénket? Vannak ilyen szabályok? Hát a legnagyobb, amit mi meg szoktunk adni tanácsnak, az a sófogyasztás. A sófogyasztás mérséklése, mert az nagyon rongálja a vesét, illetve nagyon sokan nem tudják, hogy akiknek egészséges veséjük van, azoknak legalább 2-3 liter folyadékot, ami ugye nem cukros üdítő, nem energiaital. És nem alkohol. És nem alkohol, jó meginni. Tehát a vesét dolgoztatni kell tulajdonképpen. És az, akinek problémája van, annak meg mondjuk ez már esetleg túl sok folyadéknak számít, vagy?
Hát a magam példájából kiindulva, én már 25 éve járok mivesekezelésre, ami azt hozta magával, hogy az én vese problémám, már nincsen vizeletem. Tehát én, amit megiszok, vagy például leves, vagy főzelék, vagy bármilyen formában beviszek, az én bennem marad. Uh-huh. Egészen addig még nem megyek művesekezelésre. Tehát én nekem minimális folyadékot szabad csak fogyasztani, ezt úgy szokták meghatározni, hogy amennyi vizelete van valakinek, plusz 500 milli, uh-huh. mert az 500 millit naponta felhasználja a szervezet. Tehát elvileg nekem 500 millit lehetne, de szerencsére a művesekezelés során, tehát nem mondjuk 10 litert, de mondjuk 2 litert le tud venni a gép. Hát igen, gondolom, hogy azért a nyári melegben ugye a szomjasság az ugyanúgy egy érzet annak is, akinek valamilyen vese problémája van. Nyári melegben még könnyebb, mert ugye sok elpárolok, uh-huh. kiizadjuk, télen nehezebb azért. A vese világnapját most is a Korzóban rendezitek meg. Igen. Mire készültök, illetve azok, akik együtt akarnak érezni, információt gyűjteni, vagy segíteni, azok mire számíthatnak, milyen programokra? Minden év március 2. csütörtöke a Vese Világnapja, ez ugye változó dátum, idén március 14-e lesz, és ahogy említetted, a Korzóban lesz, a B épületben, a 2. emeleten a Two Step Tánciskola termében hagyományosan ott szoktuk tartani. Nagyon köszönjük nekik, hogy minden évben ott tarthatjuk ezt a rendezvényt. 11 órakor fogunk kezdeni, és dr. Szegedi János és dr. Balkó István főorvosok fognak előadást tartani. Az idei téma az egészséges vese mindenkinek. Minden évben van a Vese Világnapjának egy szlogenje, az idén ez, és ezzel kapcsolatban Szegedi főorvos úr fog egy előadást tartani, és Balkó főorvos úr pedig a cukorbetegség és a vesebetegség kapcsolatáról. Uh-huh. Tehát lesz egy prevenció, illetve magáról a betegségekről igen, is. Igen, igen. Ez úgy szokott zajlani általában, hogy meghallgatják az előadást, és akkor hozzák a kis leleteiket, zárójelentéseiket, és akkor ott lehet konzultálni a főorvos urékkal. Uh-huh. Tehát ők nem szaladnak el tulajdonképpen, hanem elbeszélgetnek az ott jelenlévőkkel. Szerencsére nagyon sokan szoktak érdeklődni. Mindenkit várunk szeretettel. Ezen kívül lesz vércukorszintmérés, amit a Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete ad minden évben őnekik, és nagyon köszönjük, és vérnyomásmérés is. A B. Braun Nyíregyházi művesállomásának dolgozói nagyban segítenek önkéntes munkában ebben. Egyébként ti itt a megyei egyesületben most hányan vagytok? Hát jelenleg 200 tagunk van, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki tag, aki művesekezelésre jár. Nyíregyházán körülbelül 180-an járnak kezelésre, ez nagyon változó létszám. Ezen kívül van Kisvárdán és Mátészalkán is művesállomás. Vannak transzplantált tagjaink, vannak olyan tagjaink, akik otthon dializálják magukat, úgynevezett CLPD formájában, illetve hát vannak olyanok, akik még gondozásra járnak. Te említetted, hogy 25 éve jársz művesekezelésre. Sokat fejlődött ez alatt az idő alatt mondjuk ez a fajta kezelés? Igen, kíméletesebb lett. Többfajta kezelési forma van. Amikor én kezdtem, akkor még például ez az otthoni kezelés, a CLPD vagy PD kezelés, ennek is két fajtája van. Ez még nem volt tulajdonképpen, tehát minimális létszám volt, azért most már többen lehet, tehát most már lehet választani, hogy ki mit szeretne. Otthon végzi, annyi, hogy az otthoni az naponta 4-szer kell csinálni, illetve a PD kezelést azt éjszaka, mi pedig, amit mi csinálunk, az pedig minden második nap intézményi keretek között tulajdonképpen a művesállomáson zajlik, 4 órás keretek között. Ircsi, hát én azt gondolom, hogy azok, akik egészségesen mennek el oda, azok is mindenképpen tanulhatnak, és talán egyfajta olyan hálát is gyakorolhatnak, vagy érezhetnek, hogy milyen jó, hogy ők egészségesek, hiszen ugye valóban akkor tudjuk meg, hogy mekkora kincs az egészségünk, hogyha az valamilyen csorbát szenved. Hát én azt kívánom, hogy teljes életet élhessen mindenki, aki mondjuk hasonló betegséggel küzd, és kívánok gyógyulást és jó egészséget valamennyi tagotoknak. Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük a meghívást. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe. Tartsanak velünk a jövő héten is, amikor vendégünk lesz többek között Elek Nikoletta, aki az egyik legnívósabb testépítő világversenyről ezüstéremmel tért haza. Addig is kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!